aszfaltozás, a kerekes telepen, a Pajtás utcában is elkezdődött a korszerűsítés. Nagyvárad, véget ért a Festum Varadinum, debreceni programok is voltak a rendezvényen. Ünneplés, az Európa Liga selejtezőjében indulhat a bajnoki bronzérmes DVSC. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió hírműsora a Napszemle. Május 20-a szerda van, jövünk a legfrissebb helyi hírekkel. Folytatódik az útépítési program a Kerekestelepen. A Pajtás utcán is elkezdődött a munka. Az új Főnix terv részeként a városrészben két utca új aszfaltréteget kap, egy harmadikat pedig felújítanak, összesen 100 millió forint értékben. A korszerűsítés lakossági kezdeményezésre indult. A csapadékvízelvezető csatornát építik a szakemberek a Pajtás utcán. A Kerekestelep ezen részén a múlt héten kezdődött a munka. A csatornázás után kezdik el a földmunkát, azután következhet az aszfaltozás. A beruházás lakossági kezdeményezésre jött létre. Mi Sárospatak utcának szoktuk nevezni, mert minden nagyobb esőzésnél igazából egy sárospatakkal változik át. Tehát itt lehetetlen kocsival menni lényegében, traktor járhat esetleg akkor. Tehát ez az alap kell, hogy legyen, hogy egy kocsi tudjon használni egy úttestet bármilyen időjárásban. A munka miatt az Alma utcáról jelenleg nem lehet behajtani a Pajtás utcára. Az önkormányzat az új Főnix terv részeként idén 930 millió forintot fordít aszfaltozásra a városban. A Kerekestelepen a Pajtás utcán kívül az Eper utcát is leaszfaltozzák, és a Hun utca is új burkolatot kap az Áhim András és a Szávai Gyula utca közötti szakaszon. A tájékoztatón Cellér László fideszes önkormányzati képviselő azt mondta, a város kiemelten kezeli Debrecen úthálózatának egységes fejlesztését. Ezen utca 215 méter hosszan, 5,5 méter szélességben és 55 millió forintos költséggel valósul meg lakossági kezdeményezésre, de a lakosságnak ezért nem kell fizetni, mert a utca építése teljes egészében a város költségvetéséből készül. A beruházással legfeljebb 5 hónap alatt végezniük kell a szakembereknek, de ha az időjárás engedi, akár már nyár végén új aszfalton közlekedhetnek a Pajtás utca lakói. Ma éjfélig lehet elfogadni a Nemzeti Adó és Vámhivatal által elkészített személyi jövedelemadó bevallás tervezeteket. Ezt legegyszerűbben az Adóhivatal honlapjáról elérhető webes felületen lehet megtenni. A NAV megyei ügyfélszolgálati kirendeltsége este 8 óráig fogadja az ügyfeleket. Az adóhivatal már nem csak a magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők, illetve az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek számára készítette el az SZJA bevallást, hanem idén először az egyéni vállalkozóknak is. A tervezet a munkáltatóktól, kifizetőktől származó jövedelmi és egyéb adatokat tartalmazza. Minden más jövedelemről az adózónak magának kell számot adnia. Hajdú-Bihar megyében több mint 286 ezer tervezetet készített el az adóhivatal. Magas szinten teljesítették alkotmányos kötelezettségüket 2018-ban a debreceni ítélőtábla és a törvényszék dolgozói. Ez hangzott el a társszerveknek, városvezetőknek és országgyűlési képviselőknek tartott beszámolón. Káller Ilona, a törvényszék vezetője azt hangsúlyozta, hogy hatékony munkát végeztek tavaly. Az ügyek 90%-át egy éven belül sikerült befejezni, és kiemelt figyelmet fordítottak a nyitott bíróságok programra. Balla Lajos, az ítélőtábla elnöke, a régió bíróságainak működésével kapcsolatban a közbizalom erősödését emelte ki. Ezt mutatja az is, hogy a másodfokon hozott határozataik kevesebb mint 8%-a kerül felülvizsgálatra a kúriához. Ezek között büntető ügyszakban hatályon kívül helyezett ügy nem volt. A vasárnapi európai parlamenti választás a szélső jobboldali populisták és az Európa pártiak küzdelméről szól a szocialisták szerint. A voksolás valódi tétje, hogy többségük lesz-e azoknak, akik szét akarják verni az uniót, hangzott el a párt mai tájékoztatóján, amelyen jelen volt Tóth Bertalan pártelnök, EP lista vezető is. Utcafórumon várta szimpatizánsait az MSZP ma délután a Kossuth téren. Tóth Bertalan pártelnök szerint meg kell állítani a populista szélsőjobboldali erőket, akik Európát bomlasztva elárulják a hazájukat. Mi viszont azon dolgozunk, hogy megteremtsük az európai
egység és az európai egységesülés további folyamatát, amely a szociális Európáról szól. Szociális fordulatra van szükség, szükség van az európai minimálbérre, az európai minimálnyugdíjra és az európai minimál családi pótlékra. A politikus 240 ezer forintos európai minimálbért, 95 ezer forintos európai minimálnyugdíjat és gyermekenként 48 ezer forintos minimál családi pótlékot akar. A párt másik EP képviselőjelöltje, Gurmai Zita, bírálta a magyar miniszterelnököt, aki szerinte osztrák, francia és olasz politikus társaival együtt belülről akarja szétverni az Európai Uniót. Az európai parlamenti választás az Európa pártiak küzdelme az Európa ellenes erőkkel szemben, a békepártiak harca a háborúskodók ellen. Az ellenzéki politikusok végül arra kértek mindenkit, hogy menjenek el vasárnap szavazni, és döntsenek felelősen a kontinens jövőjéről. Az emberek nyugati bérekre és nem keleti vendégmunkásokra vágynak. Ez hangzott el a Jobbik mai tájékoztatóján. A párt szerint a bérunió, a kis- és középvállalkozások támogatása, az uniós források hatékonyabb belosztása, valamint az európai ügyészséghez való csatlakozás jelentheti Magyarország felzárkózását a nyugathoz. Az EP választás tétje, hogy megvalósul-e az Orbán kormányhoz és Holdudvarához tartozó korrupció felszámolása azzal, hogy Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez. Ezt mondta Kőszegi Ábel. A Jobbik debreceni frakció vezetője szerint meg kell akadályozni, hogy ukrán vendégmunkások dolgozzanak az országban, ebben pedig a bérunió segíthet. Követeljük, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér járjon, akár Európában, akár Nyugat-Európában, akár Kelet-Európában dolgoznak az emberek. Ez megakadályozná azt, hogy a magyar fiatalok több százezres számban költözzenek külföldre, és ott szülessenek magyar gyermekek. Bencsik János országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, nem szabad hagyni, hogy Magyarország a perifériára sodródjon az unión belül, és ennyire kiszolgáltatott legyen a külföldi tőkének. Kiemelte, nem szabad engedni, hogy az uniós pénzek magánzsebekbe vándoroljanak, helyette a helyi vállalkozásokat kell erősíteni. 15 éve vagyunk uniós tagok, Magyarország közel 12 ezer milliárd forintot kapott az Európai Uniótól, de ha szétnézzünk az országba, akkor azt látjuk, hogy látványberuházások, stadionok mellett nem nagyon épültek, nem nagyon teremtődtek olyan munkahelyek, amelyek valóban magas hozzáadott értéket képviselnének. A Jobbik abban bízik, hogy 4 képviselőt tud az Európai Parlamentbe juttatni a vasárnapi választáson. A Debrecen Nagyvárad partnerség jegyében tartottak ma üzleti találkozót a Cívisvárosban. Információ cserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget adott a fórum, ami az üzletfejlesztés szolgálja a magyar-román határ mindkét oldalán. A találkozón a Nagyváradi Ipari Parkot is bemutatták. A határtól 10 kilométerre ugyanis már a negyedik terület fejlesztését végzik az egymás után betelepülő vállalkozások számára. Ez is egy lehetőség a debreceni cégeknek. Az előadások mellett személyes tanácsadással is segítették a rendezvényen a határmenti üzleti elképzelések formába öntését. Én a román piacon aktiválok, és ebből kifolyólag én a magyar partnereket próbálom oda vonzani. Jelen pillanatban is elég sok kapcsolatom van, még debreceni cégekkel is, akik mondhatnám, hogy érdekeltek a román piacon. Mintegy 30-an vettek részt a vállalkozói fórumon. Ezen olyan üzletfejlesztési lehetőségekről is szó volt, mint például az internetes lehetőségek kiaknázása, ami igazán határon átívelő megoldás. Mivel az online térben nagyon gyorsan tudunk információt hozni és vinni, szállítani, ezáltal tényleg olyan, mintha egymás mellett tudnánk dolgozni, ezért nekünk is van nagyon sok külföldi partnerünk a határon túl is, és azt kell, hogy mondjam, remek az együttműködésünk már most is. Ez volt a harmadik Debrecen-Nagyvárad kétoldalú üzleti találkozó. A cégek képviselői elsősorban a fémmegmunkálás és a gépipar beszállítói lehetőségeit tekintették át a rendezvényen. Véget ért a 28. Festum Varadinum, a nagyváradi magyarok legrégebbi és legtekintélyesebb programsorozata. Vasárnap este volt a záró rendezvény, amin Papp László polgármester Debrecen város külön díját adta át a Borbál nevű program szervezőinek. Mi?
A nagyváradi Szigligeti Színház Olivér című darabja volt a záró előadása a Festum Varadinumnak. A program a nagyváradi magyarság legnagyobb kulturális fesztiválja. A 28. Festum Varadinum arra törekedett, hogy civil szervezetek, egyházak, oktatási és kulturális intézmények együttműködésében teremtsen egy olyan nagyszabású programsorozatot, amelyben minél többen találják meg a számukra legmegfelelőbb programpontokat. Debrecen 5 programmal csatlakozott a rendezvényhez. Pap László polgármester köszöntőjében a két ország közötti kapcsolatról beszélt. A lelki kapcsolatok megerősítését szolgálja a kulturális programokon való kölcsönös részvétel. A magyar kulturális programok minél szélesebb körben kifejtett hatása az, hogy a legfiatalabbaktól az idősebb korosztályig elérjük a hozzánk tartozókat. A polgármester az este folyamán átadta a Debrecen városa által felajánlott különdíjat a Borbál nevű rendezvény szervezőinek. A záró ünnepségen összesen 4 díj talált gazdára. Egy egyszerű cél, hogy ennek a városnak, ennek a magyar közösségnek, nagyváradi magyar közösségnek az értékeit, az értékrendszereit, a történelmi hagyományait, kultúráját és minden, amit letett ez a nagyváradi magyarság történelem színpadára, azt évről évre megmutassa. A kéthetes Festum Varadinumon több mint 150 program, köztük egyházi alkalmak, klasszikus és könnyű zenei koncertek, kiállítások, színházi előadások, tudományos ülésszakok és ifjúsági események várták az érdeklődőket. Megszerezte a bronzérmet a DVSC a labdarúgó NB1-ben. A Loki 4-1-re legyőzte vasárnap a Nagyerdei stadionban a Paksot az OTP Bank Liga zárófordulójában. A harmadik hely azt jelenti, hogy 2016 után ismét indulhat a csapat az Európa Liga selejtezőjében. A mérkőzés előtt díjátadásra került sor. A szezon legjobb Loki játékosának járó Zilahi díjat Bódi Ádám kapta. A középpályás meglepődve fogadta az elismerést. Úgy érzem, hogy nekem is jó szezonom volt. Az, hogy én kaptam, meg az a csapatnak is köszönhető, hiszen ha nem vagyunk ilyen jók, akkor én sem tudok ilyen eredményesen játszani. A DVSC az első helyzetét értékesítette a találkozón. A 19. percben Szécsi szerzett vezetést egy látványos akció után. Nem sokkal később Bódi szabadrúgásból növelte az előnyt, majd egy védelmi hiba után szépített a Paks. Cseke talált a hálóba. A Loki azonban egy újabb Szécsi góllal visszaállította a két gólos előnyt. A támadó 8 találattal lett a csapatházi gól királya. Örülök, hogy végig tudtam játszani ezt a szezont, és tudtam ennyi gólt szerezni, és hozzájárulni a csapatnak, hogy a harmadik tudjon lenni. A második félidő elején egy kezezés miatt ítélt 11-est a Loki javára a bíró. A büntetőt Tőzsér értékesítette. Az eredmény ezután már nem változott. 4-1-es győzelmével a DVSC a harmadik helyen végzett a bajnokságban, és kiharcolta az Európa Liga selejtezőjében való indulás jogát. A játékosok közül nagyon kevesen vannak a keretben, akik már játszottak nemzetközi kupa találkozókat, és ezeknek a srácoknak nagyon sokat fog számítani, hogy megízlelik a nemzetközi labdarúgást, és biztos vagyok benne, hogy ez a fejlődésükre nagyon jó hatással lesz. A mérkőzés után a csapat megköszönte a szurkolók biztatását. Ezt követően pedig a bajnoki bronzérmeket is megkapták a labdarúgók és a szakmai stáb tagjai. Fecskéink fókuszban. Ez a címe a Hortobágyi Nemzeti Park programjának, amellyel a hazai fecskefajok fokozott védelmére hívják fel a figyelmet. Az ismeretterjesztő előadás a Kazinczy Ferenc általános iskolában volt, ahol 80 alsótagozatos diák ismerkedett a Magyarországon költő 3 fajjal, a molnár, a füsti és a parti fecskével. A Nemzeti Park idén kiemelt figyelmet fordít a hazai fajok védelmére, mert a fecskeállományok évek óta drasztikusan csökkennek. Az előadó arra is felhívta a gyerekek figyelmét, hogy nem szabad leverni a fecskefészkeket, vagy bármilyen módon akadályozni a madarak költését, megzavarni életterüket. Eddig tartott ma a Napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!